először is szeretnék gratulálni Kondás Elemérnek és a Diósgyőr csapatának a győzelemhez. Volt egy tervünk a mérkőzésre, ami az elején be is jött és működött. Vezettünk 2-0. Én úgy mondom ezeket, hogy ilyen könnyen elkerülhető gólokat kaptunk, és a Diósgyőr kiegyenlített a második fél időben egy véleményes 11-essel megnyerte a Diósgyőr a mérkőzést, de sokat tettünk a győzelemért. A Szolnok, és mondtam is a játékosoknak most az előbb, hogy ha bármikor kikapunk ebbe a bajnokságba, azt így tegyük. Emelt fővel a Diósgyőr az első helyezett csapat, és hogyha a vége felé már húzza az időt, akkor valamit mi jól csináltunk, mármint a Szolnok. De azt is tudjuk, hogy nekünk nem a Diósgyőr otthonába kell nyerni, ahhoz, hogyha bent akarunk maradni, hanem a hazai mérkőzésénket kell megnyernünk otthon, és akkor biztos vagyok benne, hogy el tudjuk érni a célunkat, mert aki így küzd egy csapat, amikor nincs nála a labda, és úgy így futballozik, amikor nála van a labda, akkor biztos vagyok benne, hogy nem egy kieső csapat.